Williams Televízió. 2002-ben rendezték meg először a Bartók Alapítványi Napot, de a programok azóta is ingyenesek, a résztvevőknek csak annyi dolguk van, hogy jól érezzék magukat. A Lendületben Gyál 2017 program keretében az idei Bartók Napon egykori gyáli diákok is részt vettek, az osztályok főztek, ettek, ittak, jól mulattak, ezzel is a bartókosok közösségét erősítették. 2002-ben volt először az alapítványi napunk, akkor gondoltuk azt, hogy kéne egy olyan rendezvényt az iskolában, ahol gyerekek, szülők együtt töltenek el egy jó délutánt, és próbáljuk minden évben minél szívesebb programokkal dúsítani ezt a napot, hogy minden korosztály megtalálja a neki megfelelő szórakozást, érdeklődést. A nap támogatása az elején még belépővel tudtuk csak megoldani, mert nem nagyon volt rá pénzünk, most azonban már a Bartók Alapítvány és az önkormányzat is jelentős összeggel támogatja ezt a napot, és hát így lehet az, hogy ugrálóvárak vannak minden évben ingyenesen, és nagyon fontos az, hogy itt minden program ingyenes, tehát a gyerekeknek nem kell semmit fizetni, csak annyi dolguk van, hogy érezzék jól magukat. Fokozatosan jöttek az ötletek, hogy mivel tudnánk még érdekesebbé, színesebbé tenni a napot, és akkor egy 5-6 éve volt az, hogy minden alapítványi napon osztályok főznek, és akkor a gyerekek itt, az osztályok, családok együtt vannak, együtt szórakoznak, esznek, isznak, jót mulatnak, jó zene van, táncbemutatók, koncertek, és hát idén mondjuk az megint különlegességünk, hogy mivel a Lendületben Gyál program része vagyunk, ezért az önkormányzat még inkább támogatja most ezt a napunkat, és neves előadónk is lesz 5 órakor, Ellel Junior fog itt személyesen fellépni táncosaival, és hát nagyon várják a gyerekek is, és mi is. A családok, az ismerősök, a régi diákok tudnak itt találkozni ezen a napon, gondolom azokat is meghívták. Igen, a rendezvény teljesen nyilvános. Facebook oldalunkon, honlapunkon kim van, hogy mindenkit szeretettel várunk. Mindenki, aki érdeklődik a Bartók iskola iránt, vagy csak a programjaink iránt érdeklődik, és tényleg nagyon szeretettel várunk és fogadunk mindenkit, és ez egy nagyon jó találkozó hely szokott lenni a tavaly előtti 8-osoknak, és egy nagyon jó lehetőség az osztályoknak is, hiszen a szülőkor szülőértekezleten találkoznak egymással, itt azonban teljesen kötetlenül beszélgetnek, főznek, a gyerekekkel együtt el vannak. Mondhatnánk azt, hogy a bartókosok egy jó közösség? Hát én nagyon bízom benne, és én hiszem, hogy egy jó közösség. Létezik bartókosok közössége, és ez a rendezvény ezt a közösséget erősíti. A rengeteg választható lehetőség között sportprogramok, salátakóstoló, főzés, sztárvendég fellépése és önfelett közösségépítő nap várt a kilátogatókra. Mindenkit várunk, aki bartókos volt, bartókos most, és bartókos akar lenni, kreatív és kézműves foglalkozásokkal, ügyességi játékokkal, sportvetélkedővel, tanárdiák kosárlabda mérkőzéssel, tanárdiák focival, különböző érdekes és változatos salátakóstolóval, salátaszobrászattal. Lesz itt a délután folyamán pünkösdi hétpróbajáték, és számtalan olyan, ahol kipróbálhatja az erejét, ügyességét, minden gyerek, minden felnőtt. Jönnek a fegyesek a tűzoltóautóval, és tűzoltó bemutatót tartanak. Az osztályok szervezésében pedig főzés van, mindenki azt rontyogtat a bográcsában, amit szeretne. Az osztály közösségek összefogtak, sütöttek, főztek, vagy sütöttek, csak a főzést pedig mostan, tehát a szombati ebédet itt megtartják. Nálunk jó idő szokott lenni, kérdezték, hogy mi lesz, ha eső lesz. Gondoltuk, hogy nem lesz eső, ennek a délelőtt ugyan ellentmondott, de nem adtuk föl, bíztunk abban, hogy jó idő lesz, és jó idő van, és úgy gondoljuk, hogy a program zárásáig ez így is lesz, utána megjöhet a májusi eső. Jövőre is lesz Bartóknak? Úgy tervezzük. Évente megtartjuk, 2002-től, ha jól emlékszem, tehát rövidesen nagykorúak leszünk, úgy tervezzük, hogy támogatókat szerzünk rá, és egy önfelett közösségépítő napot tartunk a bartókosoknak. A Bartók napot csikós bemutató, hagyományőrzők, aszfaltrajzverseny, mazsoret bemutató, népi játékok, ugrálóvár és még szumó is színesítette. William.